Szerencsére manapság egyre több szállodában, étteremben vagy akár konferencia helyszíneken figyelnek oda a kifejezetten egészséges és akár mindenmentes táplálkozásra. Legalább másfél évtizede annak, hogy elhatároztam, hogy vegán életmódot fogok folytatni, és akkor gyakorlatilag még sehol nem tudtam rendesen étkezni nyilvános helyen és éttermekbe. Aztán persze ez évről évre egyre jobb lett, és most már elmondhatom, hogy rengeteg vegán van rajtam, kívül is az országban rengetegen küzdködnek élelmiszer alapanyag érzékenységekkel, és már mindenki tud mindent fogyasztani, odafigyelnek erre egyre jobban. Egyre többet találkozik ugye a vendéglátás is a vegetáriánizmus fontosságával, és éppen ezért most már könnyebb találni olyan éttermeket, ahol van vegafogás. Például ez az étel is, ami előtted van, ez egy spenót krém, sült édes burgonyával, fonnyasztott spenóttal és rókogombával, tehát mindenki számára megfelelő. Rengeteg dologra kell odafigyelni, gondolom már a házhoz szállításnál is, nem csak a helyben fogyasztásnál. A Covid alatt rengeteg dolog megváltozott a vendéglátóiparon belül is, és ez az egyik változás az, hogy a szállodák kiszállították az ételeket, és próbálják azt a minőséget tartani, ami egyébként a szállodán belül is elérhető volt. Egy külön vendégkör alakult ki ezzel, és szeretik azokat az ételeket, amiket elkészítenek, és utána megkapják mindezt otthon vagy az irodáikban. Kiváló minőségben, húsmentesen, de a húsoknak az elkészítésénél is odafigyel mindenki most már, hogy minél egészségesebben és gyors eljárással a lehető legjobb konyha technológiát használva kerüljenek a vendégek elé. Ennél már csak akkor sokkal nehezebb készülni bármilyen egészséges vagy vegán étele, hogyha több száz ember számára készítjük el egyszerre, mondjuk egy konferencián. Ott sokkal nagyobb odafigyelést igényel ez, és sokkal nehezebb dolga van a szakembernek. Igen, a konferencia az egy nagyon nehéz dolog, hiszen ott egy nagyobb embermennyiséget kell kiszolgálni a szállodáknak, de a menüket is úgy állítják már össze, hogy mindenki számára megfelelő legyen. Különféle juice-ok, tortilla ropogósok, guacamoléval, bruschetták, ropogós kenyéren, amik nagyon finomak, nagyon egyszerűek, rengeteg energiát adnak, főleg egy konferencia alatt erre szükség van, hiszen több órát tölt a vendég a szállodába, és amikor az ebédhez érkezik a dolog, akkor is előtérbe kerülnek a zöldségek, a gyümölcsök, a frissesség nagyon fontos. Ez egy kellemes emlék mindenki számára a nap végén, hogy jót is ettem, jól is laktam, jól is érzem magam utána, tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy rostokban és vitaminokban gazdag élelmiszer kerüljön a vendégek asztalára. Amióta beszélgetünk, én egyfolytában arra várok, hogy mikor fogjuk végre megkóstolni, úgyhogy szerencsére most már erre is sor került. Jó étvágyat! Jó étvágyat!